Jó napot kívánok, Szabó Norbert vagyok. Az elkövetkezendő néhány percben arról szeretnék önöknek beszélni, hogy egy 21. századi tanár hogyan tudja 21. század eszközeit úgy használni, hogy létrehozza a saját digitális portfólióját. Erre több lehetőség is van. Kezdem talán a legegyszerűbbel, amelyik igazán minimális digitális kompetenciát igényel csak. Aki már dolgozott Word szövegszerkesztővel, az már biztosan boldogulni fog a WordPress alkalmazásaival. Mi is ez a WordPress? Tulajdonképpen ez egy weboldal vagy blogkészítő lehetőség. Sok-sok sablont kapunk, amelyekből tulajdonképpen összeállíthatjuk a saját weboldalunkat. Ezen a weboldalon közzé tehetjük természetesen az önéletrajzunkat, növendékeinknek ajánlhatunk programot, ajánlhatunk koncerteket, közzé tehetünk digitális tananyagokat, szakmai cikkeket. A WordPress-t a wordpress.com nevű weboldalon tudjuk elérni. Itt néhány lépéssel létre tudunk hozni egy új fiókot. Miért fontos, hogy legyen egy ilyen oldalunk? Ha valaki már a minősítés után van, vagy esetleg a tanfelügyelet után, akkor azt hiszem, hogy nekik ezt már nem kell magyaráznom. A többiek még csak különböző dokumentumokból vagy elmesélésekből tudhatják azt, hogy igenis a digitális kompetencia ezeken az ellenőrzéseken, illetve minősítéseken megjelenik. Ráadásul nem csak a digitális kompetencia résznél, hanem az összes kompetenciához kapcsolódóan is. Erre most nem szeretnék részletesen kitérni, sokkal inkább arra, hogy hogyan tudjuk akkor ezt a digitális portfóliót könnyen és gyorsan létrehozni. Tehát, ahogy említettem, a wordpress.com oldalon létrehozunk egy új fiókot. Sok sablonból választhatunk, és a számunkra legszimpatikusabbat pillanatok alatt a saját képünkre formálhatjuk. Nagyon egyszerűen tölthetünk fel rá fotókat, zenéket, YouTube videókat, és tényleg percek alatt egy nagyon látványos weboldalt lehet létrehozni. Egy másik fontos kérdés, hogy milyen tananyaggal töltjük fel. Mert ha tanárként hozunk létre egy ilyen megosztó oldalt, akkor fontos, hogy valóban jól használható és releváns tartalom legyen elérhető ezen az oldalon. A következő részben szeretném bemutatni önöknek azt, hogy én milyen digitális portfóliót hoztam létre. A www.digitaliskottatár.hu webcímen található meg az a kezdeményezés, amit én egy néhány hónappal ezelőtt kezdtem meg, azzal a céllal, hogy közzétegyem azokat a kottákat, zenei anyagokat, fogástáblázatokat, és mindenféle oktatáshoz köthető anyagot, amelyek ingyenesen elérhetőek erről a felületről. Nem titkolt célom ezzel a videóval, hogy egy kicsit reklámozni is szeretném ezt az oldalt, és akik ezt megnézik, és felmennek erre az oldalra, azok kedvet kapnak ahhoz, hogy ők is tartalomszolgáltatókká váljanak. Tehát biztatom önöket, hogy hozzanak létre minél több ilyen oldalt, osszunk meg egymással minél több közkincset, növendékeink és magunk részére hozzunk létre sok-sok jól használható digitális tananyagot.